Sziasztok! Megpróbálok úgy vigyorogni ehhez a videóhoz, mint egy jól lakott napköz is. Pedig még nem is ettem. De reggel ettem, de nem most ettem. Na megfordult a fejembe egy jó popiság! Bizony. Hogy honnan jött ez az egész kérdés? Azt tudjátok, hogy van az Instagramom. Arra van az Instagram. És arra a nem Instagram van. Na, beszélgetni szoktam így közületek igazából fiúkkal, lányokkal az Instagramon különböző dolgokról, és volt egy nagyon-nagyon megdöbbentő beszélgetés az egyik lányjal, nevét nem fogom mondani még véletlenül sem. Mi volt a lényege, hogy eljutottunk egy olyan pontig, hogy elkezdtünk a pár kapcsolatokról beszélni, mivel hogy azt mondta, hogy hogy hát el sem tudja igazából képzelni, hogy neki barátja lehetne. Tehát ez engem annyira lesokkolt, hogy gondoltam, nyomok egy videót erről, mert szerintem a mai világban ezzel a kérdéssel nincs egyedül. És ennek igazából az is megvan így a levegőben, hogy miért van így. Megpróbálok rácélozni azokra a dolgokra, amikre nagyon remélem, hogy segítenek. Nem nehéz a kérdés, tehát azt is tudni, hogy elég könnyű kérdésről van szó. Ami nehéz, az lehet, hogy egy picit nehezebb alkalmazni azt, amit most mondani fogok, de akkor lássuk a macit. Tehát, és ő küldött nekem is egy képet, tehát azt is tudni kell, hogy én láttam róla egy képet is, tehát nem egy visszataszító jelenségről van szó, tehát ezt is tudni kell. Nem is egy szépség királynőről, azt is tudni kell. Na most itt el fogok mondani mindent, amit tudnotok kell erről. Hol kezdjek bele? Kezdjük akkor a kinézetnél. Számít a külső, vagy nem számít a külső? Számít a külső. Miért számít a külső? Azért számít a külső, és nem az a külső számít, ami igazából, hogy mindenki rajongjon, érted? Tehát minden egyes embernek megvan a saját maga karaktere, minden egyes embernek megvan a saját maga párja. Biza. Ez hülyén hangzik, ugye? Hú, de durvát mondtam most. Azt tudnotok kell mindenkinek. Ezt lehet érteni. Mindenkinek, bárkinek. Még a tolókocsiban is. Egy, aki nem lát, egy vakok, vagy bárkinek. Én annyira sok példát fel tudnék sorolni, hogy a tolókocsis két pár. És volt úgy, hogy a fiú tolókocsiba a lány tolta, feleség. Úgy házasodtak össze. Tehát ez az ismerőseim közül kikapott példa, tehát nem csak arról van szó, hogy úgy láttam az utcán, tehát én tudom ezt. Iszonyatos. Tehát mindenkinek megvan a párja. Ennek hanem hogy akkor miért számít a külső, és miért számít a belső. Tehát nem csak a külső számít, hanem a belső is. Azt is tudjuk, hogy senki nem néz ki ugyanúgy, tehát vannak hasonló figurák, de mivel hogy mindenki más, ezért aztán persze, az tény, azt tudom, hogy a külső számít, és miért van az, hogy egyes emberek sokkal könnyebben létesítenek párkapcsolatot, mint mások. Tehát, mert jobban néznek ki. Mi az, hogy jól néz ki valaki? Az, hogy nézel ki, az nem igazából az, hogy nézel ki, hanem az, hogy a körülötted lévő emberek milyen véleményt alkotnak rólad, és ez alapján állítasz egy véleményt saját magadról. Tehát, amikor mindenki azt mondja körülötted, hogy fú. Nem adod meg a telci számod. Nem baj, hogy jött a barátnőd.
ott csak írd ide bele, hívlak vissza. Vagy pedig, amikor mindenki, hogy, hogy még te akarod, hogy nem írod be a telci számot? Nem. Tehát innen jön egy kép saját magadról, hogy te jól nézel ki, vagy nem nézel ki jól. Ennek a képnek semmi köze ahhoz, hogy párkapcsolatot tudsz létesíteni, vagy pedig nem. Tehát ez semmi köze hozzá. Annyit tudni kell, hogy mivel hogy mindenkinek megvan a párja, ezért aztán... És azt is hozzáteszem, hogy ez csak a külső. Mindjárt jön a belső dolog is. Tehát képzeld azt el, hogy ott vagy te. És azt feltételezed magadról, hogy a világon... Hány ember él a Földön? Ez a sok ember közül, de akkor szűkítsük le, akkor ne legyen másik országokból. Hány ember él Magyarországon? Legyen csak úgy Magyarország területéről. El tudod ténylegesen azt képzelni, hogy az egész Magyarországról ne lenne egyetlen egy ember sem, aki téged választana. Egy se. Ezt ha el tudod képzelni, akkor ne képzeld el, mert ez nem így van. Pár kapcsolat létesítése. Tehát itt jön az a dolog, hogy meg kell találni azt az emberkét, aki hozzád illik, és aki úgy tartja, hogy te kell lesz neki. És te is úgy tartod, hogy ő kell neked. Tehát itt két külön emberkének igazából az ízlése meg kell, hogy feleljen, és ebből alakul ki egy párkapcsolat. Na most, amit én látok, hogy akkor, amikor valaki nagyon-nagyon sok negatív tapasztalatot kap, tehát így a külső, tehát jönnek ezek a dolgok, hogy nem, akkor az annyira egy sokkot okoz, mert ez egy sok, hogy már meg sem meri próbálni, rá sem mer nézni emberek, és elhatározza azt, hogy hát igen, nekem, én párom, nincs a világom. Nem így van. Ez nem így van. Itt van egy nagyon jó példa, de még ne menjünk akkor oda, ne szaladjunk el nagyon messzire, még a belső tulajdonságokig se szaladjunk el, hanem akkor nézzük át azt, hogy akkor így a külső, tehát hogy számít a külső, vagy nem számít a külső. Számít a külső, és pont ezért, mert számít a külső. Na most, amikor azt át tudod lépni, hogy egy a programozott világban, tehát hogy mi az, amit a többség úgy lát, hogy vonzó, vagy nem vonzó, vagy félelmetes, ez mind programozás. Tehát azt is azért tudni kell. De ezen a programozáson nagyon sokan nem látnak át. Tehát és akkor viszont számít a külső, egy első benyomás. Aztán, ha ez az első benyomáson túl vagy, tehát egy párkapcsolat elindítása után levetkőzöd ezeket a külső tulajdonságokat, tehát egy öltönyben ismerted meg a barátod, vagy pedig te egy nagyon csinos dresszben, de utána viszont... amikor már együtt vagytok huzamosabb ideig, és rájön arra, hogy te mindig csöves ruhákba jársz, mert úgy érzed jól magad, akkor az már nem fog annyira számítani, mert akkor a belső tulajdonságait feljebb emelkedtek annál, hogy a külsőd miatt megítéljen. De egy első benyomásnál viszont számít, igenis számít. Tehát az, hogy hozd ki magadból a maximumot, tehát ténylegesen a maximumot, az számít, tehát beszélek, és ez ténylegesen csak a külsőről van szó egyelőre, tehát hogy legyél ápolt, mielőtt elmész találkozni valakivel, vagy csak úgy egyáltalán kilépsz az utcára, azért zuhanyozz le, tedd rendbe magad, fésüld meg a szakállat, ha van, mossál fogat, fújjál magadra egy kis kellemes parfümöt, ne vidd túlzásba, tehát legyen egy kellemes megjelenésed, hogy egy kellemeset el lehessen
a közel létedben beszélgetni, vagy hát csak így időt tölteni veled, mint barát, vagy pedig egyébként is csak mint egy emberi lény, tehát akkor még ne nézzük a párkapcsolatot. Na most, ha kihoztál mindent magadból, a maximumot, teljesen mindegy, hogy túlsúlyos vagy, tök sovány vagy, alacsony vagy, nagy az orrod, mint nekem. Nagy orral nagyot lehet röfögni, gyerekek. Tehát mindegy, akkor ott már mindegy. Akkor létre tudsz hozni emberi kapcsolatokat, és az emberi kapcsolatokból alakulnak ki a párkapcsolatok. Ami viszont nagyon-nagyon durva, hogy a fejemet tudnám fogni, és ez ténylegesen így van, nagyon sokan beszélnek róla, senki nem hallgat rájuk. Tehát itt vagyok én, hallgassatok akkor most rám. Az interneten párkapcsolatot nem azt mondom, hogy nem lehet találni, nem érdemes. Akkor vegyük például, hogy miért nem érdemes. Elkezdesz az interneten keresgélni emberek közül, akik oké, vagy a saját képüket rakták fel, vagy nem, vagy. Tehát elkezd komplikálódni a dolog. Aztán, hogy a saját gondolataikat írják neked levélben, vagy nem, ezen is lehet vitatkozni. Tehát lehet könyvekből is idéző mondatokat kiszedni, és úgy beállítani, hogy ezek a te gondolataid. És lehet, hogy a könyvnek az írójába leszel szerelmes 5 héten belül, nem pedig abba a figurába, aki átküldi neked a leveleket, stb. Tehát nem ajánlanám. És mi van akkor, ha ténylegesen az internetről megtalálod a párodat, és találkoztok, akkor mi majd az interneten keresztül beszélgettek, vagy mert azt szoktátok meg, akkor viszont jön egy robbanás. Tehát én szerintem az első, a leges-legelső benyomás az annyira sokat számít, tehát azt tudni kell, hogy az interneten hiába találtad meg az emberkét magadnak, általában nem végződik jól, vagy egy teljesen máshogy sül el az egész dolog, vagy egy kudarcba fulladás után majd megint felépül valahogy, de nulla pontról fog indulni a dolog onnantól, hogy találkoztatok. Tehát akkor minek volt ez az egész, ha egy nulla pontról kéne indulnia? Tehát csak azért, hogy megtaláld? Nem. Ki kell menni az utcára. Tehát az internet előtt, azt nem mondom, hogy nem jó az internet, mert azt se lehet mondani, mert akkor most ezt el se tudnám nektek mondani. Tehát az interneten keresztül információkat lehet szerezni, de rakjuk oda azt a rohadt határt, hogy meddig. Információszerzés, tehát emberi kapcsolatszerzés, az már egy kicsit nekem túllőtt a dolga. Még akkor is, ha ténylegesen itt a csatornám és olyan emberek jöttek itt össze, akivel el tudok képzelni egy haveri kapcsolatot. Tehát azt is tudnék, hogy teljesen tehát élő emberek vannak a háttérben, az írogatás mögött, tehát egy haveri kapcsolat is kialakulhat akár, de ennek ellenére nem ajánlom. Tehát a párkapcsolat az egy kényesebb dolog. Az legyen az első pillanat, az első leges-legelső benyomás, az első pillanatnak a varázsa, az ne az internethez fűződjön, ne az internethez kötődjön hozzá, hanem amikor megláttalak. Ezt szerintem lehet vágni idáig. Tehát az első pillanatban, amikor megláttalak. Na! Menjetek ki az utcára. Ne hagyjátok el a lehetőséget. Tehát ott van a lehetőség, ott vannak az emberek körülöttetek. Még akkor is, ha hidegnek tűnik, ha ridegnek tűnik. Azért, amikor két ember elsétál egymás mellett, akkor mondok egy példát. Elmondom akkor a példát, hogy a feleségemmel hogy ismerkedtem meg. Megláttam. Ez Hawaii-on történt. És van rá még sok példám ezelőtti barátnőimmel is ilyen ismerkedési forma. Megláttam, ránéztem. Persze nagyon sok lányra ránézek, tehát ebből még semmi igazából konkrétum nem alakul ki.
ő visszanézett rám, és olyankor, amikor két ember egymásra néz, akkor ott van egy érzékszerv, egy olyan érzékszervünk, amiről nem szeretünk beszélni, lehet nevezni tök mindegy, 5. érzés, 6. érzés, 28. érzés, teljesen mindegy, azt azért két ember vágja, hogy vonzódnak egymáshoz. Ezt ennél szebben nem lehetne mondani. Na most ilyenkor vagy elengeded a pillanatot, vagy a mind a ketten elengeditek a pillanatot, vagy egyikőtök sem engedi el a pillanatot, tehát itt már variációk vannak. Ilyen, hogy veled nem történt, az tuti, hogy olyan nincs. Akkor csukott szemmel járkálsz. Tehát az is tuti, hogy ha ezt nem veszed észre, akkor nyisd ki a szíved. Vagy valami ilyesmi. Nyugodj meg. Akkor idegbeteg vagy. Vagy én nem tudom. Tehát ez az érzés, amikor sétálsz az utcán. Menj be egy nagy tömegbe, az is jó. De már nagy tömegbe ott annyira sok az érzés, annyira sok az információ, hogy ott el fog veszni, de egy olyan kellemesen, tehát nem nagy tömeg akkor, hanem csak úgy kényelmesen sétálnak az emberek, tehát nem kevesen, nem is sokan, tehát úgy van időd arra, hogy egy ember ellett elhaladva azért legyen egy pár másodperc, amíg a következő ember elhalad melletted, vágom, lemélyen vágod, hogy miről beszélek. Teszteld le saját magadat, hogy érzed-e ezt az érzést. Csak fókuszálj erre az érzésre. Hogy sétálsz emberek mellett egy totálisan tiszta gondolattal, ne gondolj semmi másra, hanem csak gondolj arra, hogy el akarod kapni a frekvenciákat. És amikor elhaladsz valaki mellett, akkor különböző érzéseket ki fog belőled váltani. Ez mindenkinél így van, valaki észreveszi, valaki nem akarja észrevenni. Vannak olyan emberek elhaladnak melletted, és félelmet fog benned kelteni, tehát odébb fogsz húzódni igazából. Vannak olyanok, akiknek megfognád a kezét, hogy várj, mert tudod azt, hogy összepasszoltok igazából. Ez lehet ugyanabban a nemben is, tehát egy baráti kapcsolat sem úgy indul, hogy... Tehát egy fiú közötti baráti kapcsolat is, hogy úgy valahogy úgy érzik azt, hogy úgy... Mi lehet, hogy mi jól megértenénk egymást? Miért érzi úgy? Mert úgy van, azért. Tehát, és innentől, amikor érzed azt, és még rád is néz, és te is visszanézel, menj utána, várj egy picit. Tök mindegy, hogy mit mondasz, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy hozd magad közelhez, ez a lényege. Ha van egy jó dumád, akkor az is lehet, hogy az neki szar. Tehát legyél önmagad, ennyi, hogy legyél önmagad. Várj egy picit, nekem pont nincs barátom, érted? És erre mit fog mondani az, akinek szintén nincs barátnője? Tehát, és... Hát tényleg? Ja. De most úgy nem érek rá igazából, itt a telefonszámom. Találkozzunk később. Tehát úgy legyen az embernek ideje feldolgozni a dolgokat is, tehát hogy nem nyomod a dolgot. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy... Persze olyan is létezik, hogy ténylegesen első látásra legyél a feleségem. Ha így érzed, akkor mondd ezt. És majd meglátjuk, mi lesz a válasz rá, de... Tehát őszinte szívből párt keresni... Szerintem ez az egyetlen egy megoldás arra, hogy megtaláld a párod. Ha van valami hátsó szándék mögötte, hogy csak akarsz egy jót kefélni, vagy ilyenek, akkor ott már az is érződhet belőled, és akkor arra lehet, hogy többen azt fogják mondani, hogy nem. Mert ők viszont őszinte szívből párt kerestek, tehát. De ez kint az emberek között. Emberi társat keresel magadnak, mit keresel az internet előtt, ez egy furcsa dolog. Tehát kint az emberek, menj el egy sakklubba, vagy menj el egy... De ezeket a klubokat sem ajánlom, mert ezekben a klubokban mindig azok a nyerőcsávok, vagy a nyerőcsajok, akik épp azt a sportágat például, vagy a klubokban így feljebb kerültek, tehát egy jó, elmész egy teniszes csapatba, és ott a jól tudó teniszezők lesznek megtapsolva, nem te! Tehát csak sétálj az utcán, ennyi.
és két sétáló ember között igazából ki tud jobban sétálni, olyan nincs. Tehát ez nem létezik. Én szerintem az utca az az a leges legjobb. Nem egy diszkó, nem egy sakkverseny, az utca. Az utcán, amikor csak úgy kényelmesen sétál két ember egymáson néz, és azt mondja, hogy ó, szia! Láttalak már valahol, tök hülye szöveg? Persze, hogy nem. Akkor meg is mondhatod ezt is, hogy szia, ne haragudj, én azt hiszem, hogy láttalak valahol. De igazából csak most találtam ki a dumát ahhoz, hogy azért, hogy megszólítsak, mert tetszel. Na és akkor az már poénosabb lesz ötször annyinál, mint hogyha csak azt mondod, hogy láttalak-e valahol, de... Tehát csak szólítsd meg, legyen egy lehetőséged arra, és ha azt mondja, hogy nem, akkor viszont valami más is lehet. Tehát olyan is van, amikor két ember vonzódik egymáshoz, de már van például annak az emberkének felesége. És akkor azt fogja, hogy ne haragudj. Tehát ezt nem kell úgy fölvenni, hogy görény vagy, hanem ezt úgy kell felvenni, hogy akkor az nem jött össze, de a következő. Hidd el nekem, végig sétálsz egy napot az utcán, és meg fogod találni a párodat. Ez hülyén hangzik, ugye? Akire vársz 10 éve lehet. És innentől akkor térjünk ki a belső tulajdonságokra, tehát a belső is iszonyatosan számít, sokkal többet számít, mint a külső, de az első benyomást, ha nem tudsz túllépni az első benyomáson, akkor sokkal nehezebb dolgod lesz megtalálni azokat az embereket, akik olyan mentalitással rendelkeznek, mint például én, hogy azt mondhatom, hogy nekem nem számít a külső. Tehát én már nem úgy nézek az emberekre, hogy van fölöltözve. Tehát engem nem tud becsapni egy miniszterelnök a nyakkendőjével. Én alálátok, én túllátok rajta. Tehát engem nem tud becsapni egy csöves, a dzsuvás cuccával. Én látom benne az értelmet, ha van benne értelem. Tehát én látom a faszacsávót benne, hogy ha faszacsávó. És én látom a szemétládát is a gyakkendős. Tehát itt a külsőt igazából kinyitni és belelátni az emberbe, de viszont ez nagyon sokaknál nem így működik, tehát ők nem. De viszont egy kapcsolat elindítása után le lehet vetkőzni a külsőt. Lehet, hogy épp akkor nem zuhanyoztál le, tök dzsúvásan is ugyanúgy fogsz szeretni a párat. Hidd el nekem, az előbb én is meló után rohadt dzsúvás voltam, koszos voltam, büdös is voltam, míg előtt elmentem zuhanyozni, és a feleségem hidd el nekem ugyanúgy szeretett, mint fürdés után. Ezt el tudod hinni? De azt is hidd el nekem, hogy az első benyomás, hogyha úgy ismertem volna meg, akkor lehet, hogy most nem lennénk együtt. Tehát hozd ki magadból a maximumot először, te, és utána jöhetnek a belső tulajdonságok, amik majd egyébként úgy is kiderülnek előbb vagy utóbb, tehát kétszínűség, stb. Nem kell egy kapcsolatnál. Persze mindenki játszik az elején, tehát ez természetes dolog, senki nem adja saját magát, úgy az önmagát, tehát vagyis hát nagyon-nagyon kevés ember, tehát képzeljük el akkor a szituációt, hogy teljesen totálisan magadat adod, és elvettek egy étterembe, és esztek, és közben fingasz egyet. Ups! Tuti magadat adtad. Ez egy 5 éves kapcsolat után elképzelhető, akkor rád néz a feleséget, hogy nem is rád, hanem a körülötted lévő embereket, hogy észrevették, vagy nem. De a szemében, az ő szemében nem fogsz változni. Emiatt már persze azért, hogy egy étterembe ezt meg kéne tenni, vagy sem, az egy másik kérdés, de akkor beszélek, csak ketten vagytok, és ugyanígy beszélgettek. És beszélgettek tovább, vagy pedig az első randinál megteszed ezt, akkor már igazából kétféle variáció lehet. Vagy röhög egyet rajta, vagy nem. Vagy föláll és elmegy, és megsörtődik. Az is lehet, hogy pofán ver, hogyha nagyon-nagyon leszűkült elmeni állapotban van, de hát azért úgy a kereteken belül ad magad, ennyit tudnék mondani. Na, mielőtt nagyon-nagyon hosszú lenne ez a videó, remélem, hogy nagyjából kiszűrtétek azért azt, hogy miről van szó.
kellemes partnert keresést, ennyit tudok ajánlani, és így emberi lények vagyunk, tehát így kint az utcán, a valóságos életben, persze ezt én megkérdezőjelezem, hogy ez a valóság, ez milyen valóság, de azt egy másik videóban megkérdőjelezem. De így a valóságos életben, tehát így találjatok egymásra, keressétek egymást. És amennyiben segített ez bármelyikőtöknek is, akkor azt jelezzétek a kommentbe, az nagyon jó. Én akkor már akkor azt mondom, hogy juhely, ha legalább egy embernek is segítettem ezzel, akkor én azt mondom, hogy megérte ezt a videót elkészíteni. Megszakadtam így az a vége felé, lemerült a zaksi a telefonba. Tehát hogyha már csak annyit szerettem volna mondani, hogy ha egyetértetek, akkor dobjatok fel egy rohadt nagy lájkot erre a videóra, olyat, hogy a képernyő szétszakadjon. Bizony. Ha nem értetek egyet velem, akkor viszont dobáljátok tele diszlájkokkal a videót, az is jó lesz, azt is szeretném látni. Aztán ezen kívül még írhattok kommenteket is, amit igazából nem fogok elolvasni, mert mit érdekel engem. Hol érdekel engem a kommentetek, hogy mit érdekel? De igen, tudjátok, hogy olvasom a kommenteket. Tehát írjatok kommenteteket, és én még azt is előfordulhat, hogy itt a kommentek között is megtaláljátok a párotokat, és akkor úgy szétstukkolak, hogy innen az internetről kerestek párkapcsolatot, hogy beremeg az aszfalt is. Menjetek ki! Lehet, hogy le kéne tiltanom a comment section-t. Nehogy párkapcsolat képződés legyen a kommentek között. De nem, én még annak is örülnék ténylegesen, hogyha valaki innen a kommentek közül azt mondaná, hogy szia Magdi, Saci vagyok, délután 4-kor a Terész körúton. És abból lenne valami. Igen. Tehát, ja, mi van, mi van? Oké, hello, szia, Nagyon értelmes volt? Tudom. Köszönöm szépen.